idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmük ezer évén átlobog az emberi géniusz üzenete, mely nemzeti hőseink példáit emeli elé, és költőink fénylő szavait idézi. Nincs módunkban kitérni a hűség elől. Egy Tamás Járon idézettel kezdődött a Percelmor Technikum diákjainak emlékműsora. Hát, születésnaposunk! Egy csodálatos napra ébredtünk, anya, hiszen lányom egy évvel idősebb lettél majd. Egy családi ünnepből csöppenünk az 56-os forradalom és szabadságharc kellős közepébe. Ruszki haza! Ruszki haza! Ruszki haza! Most vagy soha! Most vagy soha! Most vagy soha! A megemlékezésen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A nemzeti emlékezet egyik legikonikusabb ünnepségén köszöntöm Önöket. A legikonikusabb, a legszomorúbb és történelmi síkon a legközelebbi esemény emlékezetén. 1956 őszének gyászos és dicsőséges esemény sorozatáról van szó, melyre itt, Tolna megye szívében emlékezünk, itt, Bonyhádon. Egy olyan városba kaptam meghívást, ahol mindig is adtak a nemzeti emlékezet fontosságára. Olyan helyez, ahol emlékek hirdetik az ősök példás tetteit. Bonyhád mindig elől járt a közös ügyek és a hazaszeretet ösvényén. Emlékszem 4 évvel ezelőtt, ha nem is ugyanitt, de Bonyhádon mondtam el az 56-os hősöket méltató beszédemet. Aztán fáklyát fogtunk, és csendes menetben haladtunk, és vittük a fényt a városban. Fényvívőkké lettünk az éjszakában. Szimbolikusan ugyanezt próbáltuk tenni, amit 66 évvel ezelőtt tettek a fővárosban. Fényt akartak vinni a sötétségbe, a szabadság fényét egy borús, elnyomó rendszerbe. Tudjuk jól, hogy a fényüket kioltották. A fáklyákat valami egészen szörnyű vihar fogta el és fújta el, amelynek felhői még évtizedeken ezután is fölöttünk maradtak. A felnövekvő generációk már 56 traumáját kapták útravalóul az élethez. Ezzel a batyúval indultak a jövő felé, tudván, hogy mi jár a szabadság harcosainak. De aki egy kicsit is ismeri a magyar virtust, az tudja, hogy ez a nép nem adja fel, tette hozzá a közgyűlés elnöke. Magyarország és a magyarok sosem felejtenek. Nem felejtünk a múlt tévútjairól, és nem feledkezünk el a múlt eseményeiről sem. Sok-sok áldozat kísért ennek az időszaknak az útját. A magyar vér az utcakövön, és az évtizedes meghurcoltatás, megfélemlítés és közösségbomlasztás. Ahogyan II. János Pál pápa mondta, a hit és az ész olyan, mint két szárny, melyekkel az emberi szellem felemelkedik. Én biztos vagyok benne, kedves hölgyeim és uraim, hogy a magyar nemzetnek ez adatott meg, a józan ész, mellyel képesek vagyunk megtalálni a helyünket a világban, és a jövőt megalapozó döntéseket hozni. Az mindig távolodik tőlünk minden egyes nappal,
és nagyon fontos, hogy egyrészt magunkat emlékeztessük bizonyos dolgokra, másodszorban pedig a családunk tagjai, gyerekeket, közösségeinket, arra, hogy a történelemben voltak olyan események, amelyek nagyon-nagyon komolyan befolyásolták Magyarország történetét, ez az egyik ilyen volt, és azt gondolom, hogy meg kell emlékezni, meg kell tisztelni ezt a napot azzal, hogy beszélünk róla néhány szót, elhelyezünk egy koszorút, gyújtunk egy emlékezés gyertyáját, hiszen akkor is rengeteg ember áldozatba került ez a forradalom, és ugye hősök voltak ezek az emberek. Hagyományokhoz hűen idén is fáklyás felvonulással zárták a megemlékezést, gyertyát gyújtottak és megkoszorúzták a városban elhelyezett 56-os emléktáblákat. Utolsó állomásként pedig a katolikus temetőben az 56-os bonyhádi hősök sírjánál rótták le tiszteletüket a megjelentek.